A 12 varjú népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, de az olyan szegény volt, hogy még az egerek is átköltöztek tőle a templomba. Ennek az özvegyasszonynak volt 12 fia, egy leánykája. Búsulti szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket. Édesanyám, éhesek vagyunk, enni akarunk, kenyeret kérek, zsíros kenyeret! Az asszony nagy elkeseredésében azt találta mondani. Jaj, elég, elég, ó Istenem, bocsáss meg a bűnömet, bárcsak valami állattá változtatnád ezeket a fiókat. Nem bánom én, ha egéré vagy varjúvá is. Kár volt ilyet kívánnia, kár volt Biza, mert a kívánsága után hirtelen sötétség kerekedett, s abban a szempillantásban mind a 12 fiúból varjú változott, s elrepültek. Úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy erős bubának nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. De ekkor előállt a kis leánykája. Lelkem édesanyám, én nem nézhetem többet csak csírását, elmegyek, s addig vissza nem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Mendegélcs egy sűrű erdőben talált egy kis házat. Ott aztán egy olyan öreg asszony ült, hogy az orra a térdét verte. Adjon Isten jó estét, öreganyám! Köszönt, hogy öreganyámnak szólítottál. Hát hol jársz te itt, ahol még a madár se jár? Ó, lelkem öreganyám, én a 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazunkról, s azóta hírüket sem hallottuk. Hát, ha azokat keresed, éppen jó helyen jársz. Itt repülnek el minden áldott nap a házam fölött szörnyű nagy károgással, hanem olyan magas sziklán laknak, hogy annak a hegye az eget veri. De ne búsulj, kislány, van nekem olyan csoda hírem, amivel, ha gyenge válladat bekenem, szárnyan nő, és bátyáid után repülhetsz. A kislány le is vetette ingecskéjét, és az öreg asszony jól bekente mind a két vállát. Hát csak ugyan reggelre, mikor felébredt, halljatok ide, olyan két szép szárnya volt. Az öreg asszony megmutatta, milyen irányba repüljön, s a kislány repült 7 nap, s 7 éjjel, és amikor a szikla tetejére ért, ott egy olyan arany palotát talált, s nagy bátran bement. Ott minden csupa arany s ezüstből volt. Ó, bárcsak itt laknának az én bátyáim, sóhajtott föl a kislány. Egyszer csak jön haza a 12 varjú nagy károgással. Ó, lelkem testvéreim, hát csak hogy megtaláltalak, gyertek velem haza! Hé, sóhajtott fel a legidősebb varjú, most még nem mehetünk, amíg az átok alól föl nem szabadulunk. Mondd meg az édesanyának, hogy ha hüvelykujját felhasítja, s kifolyó piros véréből 12 inger s 12 gatyát var, csak akkor szabadulhatunk föl az átok alól. A kislány repült még a szélnél sebesebben is, hogy elmondja édesanyjának bátyai üzenetét. Az öreg asszony egyszeriben hozzákezdett, szabott 12 inger s 12 gatyát, s aztán fölhasította hüvelykujját, és miközben folydogált a vér, tette a tücs, meg nem állt a keze. És mikor a 12. is kész lett, berepült a 12 varjú nagy száncsatogással, s megrázkodtak, s mind a 12 varjúból fiú változott, s aztán egy nap múlva visszamentek a palotába, s elhozták a temérdek sok aranyat. Aztán bezzeg volt kenyér, még kalács is annyi, hogy a kutyának is azt vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.